A baranyai kökény településen kiemelt fontosságú a vallás és annak gyakorlása. A falu közösségének és híveinek köszönhetően épülhetett fel a településen az a Szent Anna templom, mely az idei évben ünnepli 35. évfordulóját. 1989-ben épült, Lőrinc Sándor atya plébános úr vezényletével abban az időben ő volt ugye a plébánosunk, és hát egészen haláláig nyomon kísérte a kökényi templom és a kökényi hívek sorsát. Ugye nagyon sok hívek által adott adományból épülhetett ez a templom. Tehát igazából egy igazi összefogás, egy igazi összetartás, és egy nagyon mély kökényiekre és a kökényi hívekre jellemző nagyon mély alázatos hit eredménye ez a templom. A templom évfordulóját szentmisével ünnepelte a település lakossága július 29-én. A szentmisét Májer Mihály, nyugalmazott megyés püspök celebrálta, aki a szentmise végén gyémántmisés áldásban részesítette a híveket. Igen aktív a közösség, én úgy gondolom, kökényben. Minden egyházi ünnepet, minden rendezvényt megtartunk. Én azt hiszem, hogy nagyon komoly összefogás jellemzi őket. Mindenben számíthatunk rájuk, és nagyon aktív tagjai a közösségnek. A település az ünnepi szentmisét a hagyományos búcsújával kötötte össze. Mindezt azért, mert a hagyományos Szent Anna napjához kötődő búcsújukat a hétvégén ünnepelték. A régi hagyományokhoz híven búcsú másnapján tartottak ünnepi szentmisét az immáron 35 éves templomukban.